Halljátok az igét, testvéreim, amit szól hozzánk Mózes első könyvének 6. fejezetéből, a 9. verssel kezdődően, a 18. versig terjedően eképpen. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett. Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak: elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. Csinálja magad bárkát óferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül belül szirokkal. Így készítsd el. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, magassága pedig 30 könyök. Ablakot is csinálja a bárkára, egy könyökre hagyd azt felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts bele egy alsó, egy középső és egy felső emeletet. Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsam minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog pusztulni, ami a földön él. Veled azonban szövetségre lépek. Istenünk tegye áldottá az ő igényének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, emeljük fel most szívünket Istenünkhöz, ezért imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyám, olyan nagy hála van a szívünkben, Urunk, hiszen szépen lassan lepereg ez az esztendő is. És visszatekintve láthatjuk, hogy milyen sok áldást adtál az életünkben, és hogy a próbatételek által hogyan érleltél, hogyan növesztetted a hitünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy szereteted az égigér és hűséged a magas fellegekig. És hogy legyünk bármennyire is érdemtelenek erre a szeretetre, de mégis szüntelenül kiárasztod azt rám. Hálásak vagyunk, Urunk, az advent csodájáért, a várakozásnak minden percéért és örömért. Köszönjük, Urunk, hogy a fellobbanó gyertyánk van, a mi szívünkben is, mintha még erősebben visrákolna a hitfénye. Kérünk téged, szerető mennyei édesatyám, küldd el szent lelkedet és áraszt ki most reánk. Nyitogasd a mi szívünket, teremts bennünk csendességet, hogy tudjunk egész lényünkkel a te áldati üzenetére figyelni. Jézusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ige hirdetésre készülve énekeljük a gyülekezeti énekezetünk első oldalán található énekét, a sötétség szűnik ez már.
Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségével hirdetni kívánok ezen az adventi vasárnapon közöttetek. Írva található a Máté írása szerinti szent evangélium első fejezetében, a 23. versben eképpen. Íme a szűz fogan méhében és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Eddig Istenünknek üdvözlődik. Kedves testvérek, szeretett keresztény gyülekezet! Bizonyára emlékszünk még rá, hiszen nem volt olyan régen, hogy nyáron egy nagyon érdekes és csodálatos eseménynek lehettünk szem- és fültanúi itt Máté Szalkán és a környéken. Ugyanis egy űrhajó szállt le a kincses ház udvarára. Hatalmas fénycsóvát húzott maga után, nagy robajjal szántotta végig a levegőt, és még fákat is kiborogatott. A Názáret Égitársaság űrhajójával egy egyhetes, rendkívül izgalmas és különleges utazáson vehettünk részt, és szemlélhettünk az égbolt csodáit. Ám el kell mondjam, hogy a Názáret Égitársaság csupán egy ága egy hatalmas multivállalatnak, amely nem csak repüléssel, de hajózással is foglalkozik. Olyan mély és régi nagy múltra tekint vissza ez a hajózási részleg, hogy 2000 évvel ezelőtt már gyerekek és családja is utazott rajta. Ám azóta azért történt némi változás. A mai igehirdetésnek azt a címet adtam, utazz te is a Jézus bárkával. Mielőtt azonban elindulnánk együtt erre az útra, köszöntsük egymást, Isten hozott mindjártra. Testvérek, Noé és családja egy olyan világban élte az életét, amely már szinte alig-alig emlékeztetett arra a teremtettségre, amelyet Isten az ő tökéletes terve alapján megalkotott. Amikor Isten egy-egy nap végén lenézett a földre a teremtés hetében, azt mondta, hogy amit látok, az igen jó. Ezt a jó szokását pedig megtartva, minden egyes nap lenézett a művére, de az napról napra változott és egyre jobban eltorzult. Először akkor vette ezt észre, amikor szellős alkonyatkor járt a kertben, az Éden kertjében, és nem találta az ő gyermekeit sehol. Ádám és Éva ugyanis bűnt követtek el, és elbúdostak szégyenükben. Aztán látta Káin és Ábel áldozatát, amely lehetett volna akár egy örömteli pillanat is. Isten azonban látta azt is, hogy Káinnak csak a terményei vannak ott az oltáron, de a szíve hiányzik belőle. Látta fellobbanni Káinban az indulatot, azt a gyilkos haragot, amely végül letté aljasult. Látta Ábel bélét a porban, mely hozzá kiáltott igazságért, és látta Káin büntetéstől való félelmét is. Ahogy telt múlt az idő, egyre és egyre több gonoszság a földön, ami miatt nagyon elszomorodott, és megbánta azt, hogy embert alkotott. Egy szerető szülői szív mindig a gyermekéért dobban. Éppen ezért érezhetjük és tudhatjuk azt, hogy milyen mélyre is süllyedtünk, mint Isten gyermekei, hogyha a mi atyán úgy döntött, amikor ránk nézett, megbánta azt, hogy életet adott nekünk. Az ember fel sem fogta ennek az állapotnak a súlyosságát, csak tette tovább azt, amit akart, amire a bűnokán képes volt, de Istennek majd megszakadt a szíve. Isten kertjét tehát felverte a gaz, a bűn élősködő gyomként szívja ki a világból. A radikális helyzet pedig radikális megoldást szült. Isten elhatározta, hogy
özönvíz által fogja tisztára mosni ezt a világot. Nézzünk most rá az adventi koszorúra. Egyetlen aprócska pici lány világít ezen a koszorún. És így a nappali fényben, ha nem figyelünk oda rá, szinte észre se vehetjük. De hogyha egy sötét éjszaka leple alatt a szobám sarkában meggyújtok egy gyertyát, akkor alapot adhat az alaptalan sötétségnek. Amikor Isten letekintett a földre, sötétséget látott. De egy halvány, aprócska fény, mégiscsak szinte alig látható módon, de ott pislákat Noéban és az ő családjában. Az Úr pedig tudjuk jól, a meglepett nátszálat nem törj össze, de még a füstölgő mécses sem oltja el. Látva ezt az aprócska lángot, nem oltja el vízzel, hanem az oltalma alá veszi. Elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, veled azonban szövetségre lépek. Noé mindenben igyekezett engedelmeskedni az Istennek, bár be kell lássuk, hogy nem volt könnyű dolga, hiszen nagy teher volt ez. Komoly feladatot adott neki Isten. Az emberek pedig, akik látták, mekkora fába vágta a fejszéjét, valószínűleg még gúnyolódtak is rajta, élcelődtek fölötte. De ő semmivel sem törődte, csak az Isten ígéretbe kapaszkodott bele. Hosszú és fáradtságos munka után végül megépült a nagy mű. Az emberiség megmenekülésének a kulcsa a bárka. De a megpróbáltatások nem értek itt véget a bárkában utazók számára, hiszen 40 nap és 40 éjjel szakadatlan esett az eső, és több mint egy évet kellett várniuk arra a benne lévőknek, hogy újra lábukat szárazföldhöz érinthessék. Kedves testvérek, mindennek már több ezer éve. De sajnos a világ állapota egyre inkább özönvíz előtti. Isten ma is letekint a földre. De vajon mit lát? Ármányt, hazugságot, csalást, gyilkosságot és sötétséget. De ugyanakkor kutatja a pici lángokat. Keresi azokat a lelkeket, amelyek vágyódnak utána, amelyek a haloványon is, de világítanak. Isten ma sem hagyja figyelmen kívül ezeket a lángocskákat. És ez a mi áldott és élő reménységünk. Hogy az ő szándéka ma is ugyanaz, mint Noé idejében, hogy megmentse az övéit, meg akarja újítani a velünk kötött szövetséget. Ígéretet tett arra, hogy többé nem pusztítja el özönvíz által ezt a világot. De meglátta azt is, hogy az emberkéz alkotta bárka nem hozhatja el a megmenekülést. Éppen ezért Isten maga építette egy bárkát. És azt mondta, nevezzétek Immánuelnak, hogy amikor ránéztek, örvendjetek és kiáltsátok, velünk az Isten. Jézus több mint 2000 évvel ezelőtt megszületett a kenyér házában Betlehemben, hogy elhozza számunkra a szabadulást, és megmutassa a kiutat a sötétségből a fénybe. Mégiscsak kevesen vannak azok, akik látják őt. Ugyanis elhomályosítja a tekintetünket a világ álnak és hamis fénye. Ha kimennék most az utcára és megkérdeznék néhány embert, biztos vagyok benne, hogy a nagy többségük azt mondaná, hogy nagyon várja az ünnepeket, hogy szereti az ünnepi hangulatot, és mindenkinek meg lenne erre a maga indoka. De van egy nagyon nagy gond az ünnepel. Ha nem vigyázunk, akkor eltakarják előlünk a lényeget. Eltakarják előlünk az igazi világosságot, Jézus Krisztus. Villódzanak a karácsonyfán az égők, halászlés bejegyi illata terjeng,
Csomagolópapír recseg a kezünk alatt, és mindeközben elfelejtjük, hogy miről is szól a karácsony. Amikor első éves teológusként először mentem legációba, be kell valljam, hogy szentesek könnyes szemmel feküdtem le aludni. Hiszen előttem volt az, amikor bementem a templomba, és láttam a csillogó tekinteteket, az örömteli gyermekmosolyokat, hallottam a sietős lépteket, ahogyan a családok igyekeztek haza az otthonukba, hogy együtt ünnepeljék a karácsony. Tudtam, hogy mindenki együtt van a szeretteivel, én viszont szomorú voltam, mert nem lehettem a családommal. Kimaradtam a családi készülődésből, ami előtte számomra szent és sérthetetlen volt. Azóta eltelt néhány év, és szép lassan elkezdtem más szemmel látni a karácsonyt. Már nem csak kizárólag a lakomáról, a karácsonyfa díszítésről, de még csak nem is a családi örömteli együttlétről szól számomra a karácsony. Amikor felállok a szószékre, amikor itt lehetek Isten közelében, és hirdethetem az örömhírt, és érzem azt, hogy nem vagyok itt egyedül, hanem Isten szent lelke velem van, az számomra az igazi ünnep. És ez egy olyan ünnep, amely nem múlik el. Hiába térnek vissza a szürke hétköznapok, akkor sem halványul el. Mert bizonyos szürke hétköznapok veszélyesek tudnak lenni. Nagyon gyorsan vissza tudnak rángatni bennünket, és elsüllyedhetünk újra. Olyan jó lenne, hogyha az ünnepnek a fénye mindig bennünk maradhatna. És az a jó hír, testvérek, hogy velünk is maradhat. Mert az első karácsonyon Betlehemben kikötött a Jézus bárka, amely ma is hívogatja utasait. Nyitva van még a bárka ajtaja, de a bűn az ajtó előtt leselkedik és ránk vágyódik. Bizony a sátán is éber és csábít szüntelenül, azon fáradozva, hogy nélkülünk menjen el az a hajó. Ezért is mondja azt az ismert ének, válasszatok addig, amíg tart a nap. Mert nem tudhatod, hogy mit hoz a holnap, de még csak az sem, hogy lesz-e egyáltalán holnapod. Az adventi várakozásban megemlékezünk a karácsony első ünnepéről. Arról a karácsonyról, amikor Jézus megszületett ebbe a világba. De ugyanakkor figyelmeztetés is számunkra a második adventre. Arra, hogy Krisztus újra vissza fog jönni. Jézus újra vissza fog jönni, és addigra nekünk már készen kell állnunk az utazásra. Reinhard Bonke mondta, Noé bárkája az üdvösség képe. Mindenki, aki belül van, megmenekül, aki kívül van, elveszik. Az advent nem csak a mi várakozásunkról szól, hanem arról is, hogy meglássuk a ránk várakozó bárkát. Én az ajtó előtt állok és szörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon. Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Ehhez azonban magunk mögött kell hagynunk mindazt, ami akadályoz. Nem utazhatunk úgy, hogy a fél lábunk a földön, a másik fele pedig a fedélzeten. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Kedves testvérek, Jézus tehát szüntelenül keresi a mi szívünket. Vár ránk és meg akarja találni az utat hozzá. De nem lehetnek ott a bűnök és a világi kívánságok a szívünkben együtt Jézussal. Vagy felszállsz arra a hajóra, vagy nem maradsz róla. Pedig hányszor megpróbáljuk elkövetni azt a vétket az Úr ellen, hogy megpróbáljuk a hátsó bejáraton becsempészni a bűnöket az életünkben. Azokat a titkos bűnöket, amelyeket mindenki elől eltakarunk,
sőt, még magunkban is olyan mélyre ássuk le, hogy mintha ott sem lennének, pedig nagyon is ott vannak. Nagy lelkesedéssel megnyitjuk a szívünket Jézusnak. Majd a tűz, amit először lángol, talán pislákolni kezd, talán füstölögni is kezd, és ha nem vigyázom, el is alszik. Talán épp te is egy ilyen füstölgő mécses vagy. De olyan jó tudni azt, hogy Isten nem elolt, hanem átölel minket szeretetével. És újra felszítja bennünk a Szentlélek tüzét. Egy híres együttes szívhez szólóan mondja a dalában azt, hogy bár mi oly sokszor elfeledkezünk Isten szeretetéről, ő mégis hazavár és hűséggel szeret tovább. Emlékszel még, ígértél valamit, és úgy értél, mintha nem volna itt. Most újra szól, szeretszél engem. Kegyelme hív, kövess és járj újra velem. Engedd Jézust az első helye újra. Hallgasd a hangot, mi először szíven talált. Engedd Jézust az első helye újra. Csak övé a trón és nincs senki más. Te vajon emlékszel-e még arra, milyen volt az életed a nagy találkozás előtt? Emlékszel-e még arra, hogy abban a pillanatban mit ígértél meg? Vajon ha Isten most belenézne a szívedbe, lehetőne vagy elkomorulna az arca? Te fent vagy azon a hajón? Vagy a fél lábaddal még mindig a világba kapaszkodsz? Odaadta-e már neki a szívedet egészen? És egyáltalán, hogyan utazhatunk mi ezzel a Jézus lánkával? Az első lépés, amit meg kell tenned, hogy utassá válhass, az, hogy meg kell ismerned őt. Nemrégen Nyíregyházáról tartottam hazafelé, ám a Mátészalka felé közlekedő vonat vágányán számomra meglepő módon nem egy, hanem két szerelvény állt, amik majdnem teljesen egyformák voltak. Na de melyik az enyém? A sátán sokszor próbál bennünket csőbe húzni. Képes arra, hogy a kegyesség állarcát magára öltse. Emlékezzünk csak arra, amikor Jézus megkísérti a pusztában, és még arra is képes volt, hogy Isten igéjét használja fel fegyverként ellene. Jézus azonban jól ismerte az igét, ismerte az ő atyát, és így nem tudta őt becsapni. De vajon mi a hasonló helyzetbe kerülnénk? Ismerjük-e annyira a Bibliát? Van-e olyan élő kapcsolatunk az Istennel, hogy tudjuk azt, mi az, ami tőle jön, és mi az, ami csak a szétdobáló álmának? Tudjuk-e azt, hogy melyik bárka a sátáné, és melyik Jézusé? Nekem is meg kellett kérdeznem, hogy a két szerelmény közül melyik az enyém. És nekünk is meg kell ismernünk Istennek ahhoz, hogy tudjuk, hogy hová tart vele az életünk. Vigyázzunk hát, hogy melyik hajóra szállunk fel, mert a végállomás közel sem ugyanaz. Az egyik az üdvösségbe, a másik a kárhozat kikötőjébe vezet. A második lépés, amit meg kell tenned, hogyha utassá akarsz válni, az, hogy ne halogass. Szeretünk halogatni, és tudjuk jól, hogy sokszor már odáig halogatunk, hogy végül lemaradunk. Jézus hiába kopogtatott az ajtódon, hogyha te nem nyitod azt ki. A tíz szűz is hiába állott az ajtó előtt, ha be már nem lehetnek. Ott volt Jézus mellett egyenlő távolságra a két katona. Ugyanannyi esélyük volt a megtérésre, mégiscsak az egyik tudta átadni az életét. Amikor legközelebb kimész a temetőbe és végignézel a sírokon, gondolkodj el azon, hogy vajon hányan élték le úgy az életüket,
hogy hívogatta őket az Úr szüntelenül, és közülük hányan haltak meg úgy, hogy ott toporogtak az ajtó előtt, de soha nem lépték át a küszöbét. Ne akarjuk közéjük tartozni. Döntsük el most, ebben a pillanatban, hogy Krisztushoz akarok tartozni. Aztán a harmadik dolog, ami nagyon fontos, szükségünk van egy jegyre. Tudjuk jól, hogyha utazni szeretnénk, vagy el akarunk menni egy koncertre, eseményre, fontos, hogy legyen jegyünk, különben nem léphetünk be. A mi jegyünk a Jézus bárkára a szívünkbe van írva. Isten kiválasztott téged, és azt akarja, hogy egészen az övé légy. És ha megnyitod előtte a szíved, a nevét örökre hordozni fogod. A szívedben ott van Jézus, a nevét hordozod, a te neved pedig be lesz írva az életnek könyvébe. És a negyedik dolog, ne ítélkezz azok fölött, akik ezt még nem látják. Pál Tituszhoz írt levelében hangzik el az emlékeztetés arra, hogy ne felejtjük el, milyen volt az életünk Krisztus előtt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élünk, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölünk. De megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. Mi már ugyan nem a saját érdemeinkből, hanem egyedül Isten szeretetéből és kegyelméből, de ismerhetjük az üdvösségünket. Így, amikor még bűnben élő testvéreinket tekintünk, ne az elítélendőt lássuk meg bennük, hanem a kegyelemre szorulót, az örömére szomjazót. Vezessük őket az ige szavával, és éljük meg eléjük úgy az életünket, hogy az vágyat ébresszen bennük arra, hogy ők is Krisztusai legyenek. Szeretett keresztény gyülekezet! Az adventi koszorul vasárnapról vasárnapra fellobban majd egy-egy gyertyán. Azért, hogy emlékeztessen Isten szabadítására, az ő mindeneket megváltoztató szeretetére, mert Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá a számunkra. Egyedül ő lehet a mi biztos menedékünk. Ő az a hajó, akit ostromolhatnak a viharok, de el nem pusztíthatják soha. Ha keressük őt, megtaláljuk, ha zörgetünk, megmutatik. Ha nem halogatjuk a mellette való döntést, megmenekülhetünk és elnyerhetjük az örök életet. Ezen az adventen nyisd meg előtte a szíved. Töltse be az ő dicsőséges fénye az életet. Tegye örömtelivé várakozásod és ünnepet, mert veled, velünk az Isten. Válaszoljunk megszólítására. Énekelve a 27. oldalon található énekünket. Én még nincs sem. Come on.
hogy szavakkal le sem lehet írni. Nincs az az emberi szó, ami ki tudná azt fejezni. És te már valóban akkor szerettél bennünket, amikor még nem is voltunk. Te már akkor szeretetedben formáltál meg bennünket, amikor nem ismertünk téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy te azonnal pillanatokra keresel a mi szívünket. Ott vagy és vársz ránk. Várod azt, hogy meglássunk téged. Köszönjük neked, Urunk, hogy a világ sötétjét az ünnep fénye most eloszthatja. Hogy egyre erősödő fényed, ami felragyog mindent, odavonzhatja a tekintetünket. Megláthatunk téged igazán és valóságosan. Segíts bennünket, Urunk, hogy tudjunk különbséget tenni. Különbséget tenni a szétdobáló ármányai és a te igének igazsága között. Mert tudjuk jól az örök élet a tét. És egyáltalán nem mindegy az, hogy az örökké valóságot mivel fogjuk tölteni. Te elég kaptad az életet és a jót, és a halált a rosszal együtt. De azt szeretnéd, hogyha a jóságot, az életet választanánk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez a mai alkalom is egy olyan pillanat, amely lehetőséget ad nekünk a döntésre, hogy válasszunk, hogy letegyük az életünket a te kezedbe. Add, Urunk, hogy tudjunk így megélni a várakozást, és tudjunk így ünnepelni majd a karácsony. Kérünk téged, Urunk, hogy készítsd a mi szívünket, szülessen meg bennünk is a Krisztus. Jézusért, a te szent fiadért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi a kérdő, ki vagy a kérdő, szentelhessék meg a tenned, jöjjön a te osztálatod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létezőknek, és a legítékes kísértésben